Jó napot kívánok, köszöntöm a Mozaik című műsorunk nézőit. A legendákon és meséken és a vidékre jellemző gasztronómián keresztül ismerheti meg az olvasó Székelyföldet egy Csipetnyi Erdély című könyvben, amelyet Benedekfi Katalin, a Magyar Arany Érdekkereszttel kitüntetett operaénekesnő és színművész írt, és a napokban Sopronban is bemutatta hatalmas sikerrel. Szia Kata, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek, és hát valahogy mindig hazajövök Sopronba, úgyhogy köszöntöm szeretettel a nézőket. Már csak azért is hívtalak meg, ezer szállal kötődünk mindketten Erdélyhez, és rokoni vérvonal is köt minket egymáshoz, ezért is egy picit szabadabb lesz a beszélgetésünk. De azoknak, akik nem igazán ismernek, vagy akár Sopronban nem láttak téged színpadon, mesélj egy picit arról, hogy hol születtél, honnan az éneklés iránti szeretet nálad. Hát Székelyföldön, ugye, mint ahogy a könyv is bizonyítja, Erdélybe, Székelyföldön, Nagy Galamb falván, hát nekem az a világ közepe, ott élnek a szüleim, és hát tulajdonképpen nálunk az egész család ilyen nótafa volt, tehát édesanyám által ugye hoztam ezt az egész művészeti vonalat ilyen szempontból. Állandóan énekeltünk, én 3 éves koromtól már színpadon álltam és énekeltem, későbbiekben ugye aztán jöttek különböző szavaló versenyek, aztán a színház, tehát hogy így nem akarok különösebben előre szaladni, de hogy mindenképpen az nagyon-nagyon meghatározó volt az, amit a családba magamba szív. És hát természetesen volt egy nagy bátyám, Kányádi Sándor, költő, kossuthdias költő, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhettem ilyen szempontból, és hát akivel annak idején voltak olyan estjeink például, hogy a verseit szavalta, én meg operákat énekeltem. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meghatározó volt az, hogy hova születtem és milyen gyökerekkel rendelkezem. Mennyire alapnálad a népdal a mai napig is? Nagyon-nagyon megmaradt, ugyanis hiába énekeltem későbbiekben műzikelt, operettet, aztán ugye operát, de valahogy a népdal, hát egyrészt azt gondolom, hogy szívtam magamba az anyatejjel együtt, meg hát nagyon meghatározó volt mindig is az életemben, és mai napig is úgy csinálom a koncertjeimet, a nagy opera koncerteket is, hogy mindig népdallal kezdem. És nagyon sokszor van, hogy például népdallal zárom. Tehát az valahogy a kezdet és a vég, tehát valahogy egy ilyen keretben foglalja az egész életutamat ilyen szempontból. Jó, tehát ismerünk akkor egy kislányt, aki népdalokat énekelt Kányádi Sándorral együtt. Aztán hogyan kerültél Budapestre, hogyan lett ez a te célod, vagy irányod, utad? Budapestre tulajdonképpen későbbiekbe kerültem, nem volt szándékom elsődlegesen az, hogy én Budapestre jöjjek, ugyanis felvételiztem a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre, meg a Kolozsvárira is, de hát ez persze nem sikerült. De hát előtte még jóval, tehát nagyon jó tanuló voltam, és igazából orvosira készültem Marosvásárhelyen, de hát aztán mivel rengeteg versenyre jártam, meg mindenfele így nagyon sokat mozogtam ebbe a művészi világba, ezért egy huszárvágással úgy döntöttem, hogy akkor én mégiscsak színésznő leszek. És hát a szegény szüleim teljesen kétségbe voltak esve, hogy úristen, ez a gyerek csak nem jön már meg az esze, valami normális szakmát válaszol, éhen fog halni, de nem tágítottam a tervem mellől, és hát persze volt sikertelen felvétel és rengeteg sikertelen dolog az életemben, de azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog számomra az volt, amikor Amerikába mentem énekelni pont, a Palace des Arts-ba, Montrealba, és felhívtak Marosvásárhelyről, hogy művésznő szeretnénk felkérni a Csárdás királynő cím szerepére, mint sztár vendéget. És akkor mondtam, hogy hát nagyon sajnálom, de pont Amerikába fogok énekelni. És mondom, látja, milyen érdekes az élet, hogy annak idején kétszer felvételiztem a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre, és nem vettek föl. És erre azt mondta nekem az igazgató, hogy kedves művésznő, én nagyon remélem, hogy én nem voltam benne a zsűribe, mert akkor nagyon szégyelném magam. Szóval, hogy érdekes az élet. És hát persze először ugye Temesvárra kerültem, a Temesvári Csiki Gergely Színházhoz a sikertelen felvételik után, aztán onnan tulajdonképpen egy szál hátizsákkal jöttem ki Magyarországra, úgyhogy azt sem tudtam, hol alszom, mit eszem, mi lesz velem, fogalmam nem volt. A szüleim persze ezt nem tudták, nem volt akkor még mobiltelefon. És hát nagyon kemény volt a kezdetek, és igen, kérdőíveztem az utcán, és mosogattam, és takarítottam, és szoktam mondani, csak akasztott ember nem voltam, ilyen vicces székelyesen. De nagyon-nagyon kemény volt, de azt gondolom, hogy most így ennyi év távlatából és ilyen sok szép sikerrel a hátam mögött visszatekintve, azt gondolom, hogy igen, ezt meg kellett járnom, ezeket az utakat, ahhoz, hogy most ott tartsak, ahol vagyok. Mi volt az az áttörés az életedben, amikor úgy igazán beindult az éneklés pályát? Hát az éneklés az tulajdonképpen mindig az életem része volt, de valahol a nagyobb éneklés meg a nemzetközi siker az később jött. De ugye nagyon sokat jelentett az, hogy én októberben érkeztem ki Magyarországra annak idején, nagyon régen, és hát ugye mindenféle munkát kellett vállalnom ahhoz, hogy túléljek és megéljek, és aztán felvettek a Nemzeti Színháznak a Színi Akadémiájára, és onnan tulajdonképpen már úgymond beindult az élet, hiszen olyan emberek mellett tanulhattam a szakmát, mint Agárdi Gábor, Sinkovics Imre, Béres Ilona, tehát tényleg Kállai
Csapai Ferenc, a nagyok között tudtam felnőni, és amikor befejeztem a Színiakadémiát, akkor ugye 4 szerződés közül választhattam. Lementem vidékre, aztán felkerültem a Budapesti Operettszínházba, szóval úgy beindult az életem, hál' Istennek, tévékbe voltam, különböző filmekbe játszottam, tehát úgy azt gondolom, hogy nagyon szépen elindult ez a fajta színházi karrier, tehát amit megálmodtam annak idején magamnak, de amikor már rengeteg főszerepet, címszerepet elénekeltem vidéken és Budapesten is, akkor jött egy ilyen huszárvágással, hogy hát én szeretnék operát énekelni, mert hogy ez még hiányzik a palettáról. Tehát volt ugye népdal, musical, operett, de hogy az opera az hiányzott, és azt éreztem, hogy maga a hangom talán predesztinál erre, és nagyon nagy szerencsém volt, azt gondolom, mert találkoztam a Laki Krisztinával, későbbiekben ugye a Tokod Ilonával dolgoztam együtt vele, nyertem is egy díjat, egy mester és tanítványdíjat, és aztán a nagy mesternőm, a Hamari Júlia, akivel mai napig is kapcsolatban vagyunk és dolgozunk, és igazából az, hogy egy ilyen nemzetközi áttörés sikerült, az abszolút neki köszönhető, hiszen ő hazaköltözött Magyarországra, és 2 éven keresztül ingyen bérmentve tanított, és azt mondta, hogy úgy látszik neki az az életfeladata, hogy egy musical énekest megtanítson operát énekelni, és úgy látszik, hogy sikerült. Milyen fantasztikus. Rengetegszer voltál Sopronba is vendégszereplőként. Mesélj picit erről, hogy hol láthattak a soproniak téged. Sopronban nagyon szeretek jönni, mert kicsit olyan, mint a hazamennék. Végre van friss levegő, nem fulladok meg. Kapok levegőt, itt van tényleg közel Bécsbe, és ugye nagyon sokat jártam előtte is, hiszen dolgoztam a bécsi státszóperesekkel is, és rengeteg turnéra voltam velük. És hát ugye nekem egy nagyon csodálatos város egyrészt, meg nagyon szerettem a kollégákat, nagyon-nagyon jó kis időszakot töltöttem én itt Sopronba, és hát amikor először lekerültem, az a Vígözvegy címszerepére hívtak Glavári Hannaként, és azért Glavári Hannát eljátszani a Fertőrákosi Barlangszínházba azért az egy nagyon nagy dolog volt, és ugye játszottuk magyarul is, játszottuk németül is, és aztán ugye ez ugyanúgy bekerült a Soproni Színházba, és nekem nagyon nagy dolog volt, és nagyon örültem. Rengeteget jártam már előtte ugye külföldre, mindenfele így a világba, de azért az ember mindig más az, amikor egy picit hazajön, és az otthoniaknak, a sajátjainak énekel, természetesen magyarul vagy németül. És a későbbiek, ugye aztán csináltam a Pergolesi Stabat Matert a Soproni Balettal, és az nekem abszolút egy nagyon-nagyon különleges élmény volt, hiszen ugye azzal a csodálatos zenekarral, a balettáncosokkal, fantasztikus kollégákkal egy olyan lélekemelő történet volt, hogy és nagyon örülök, mert az idén ismét lesz, úgyhogy megismételjük. És hát természetesen 2022-ben a Barlang Színházban megrendeztem, volt lehetőségem erre, a Lehárgálát német nyelven ismert, meg magyar nyelven is, amit ezúton is nagyon-nagyon köszönök, a bizalmat, meg egyszerűen azokat a fantasztikus embereket, akikkel dolgozhattam együtt, úgyhogy én nagyon szeretem Sopront, és bízom benne, hogy még sokszor és sokat jövök ide. És akkor térjünk át egy picit a könyvre, egy csipetnyi Erdély, hogyan jött az életedbe, hogyan jött az ötlet, hogy egyáltalán könyvet írjál a szülőföldedről? Hát volt egy pandémia. Sajnos ez mindannyiunkat nagyon keményen érintett, és de tulajdonképpen picit előreugrok, mert annak idején, vagy visszámugrok, 2014-ben volt egy ominózus szavazás, hogy ugye mi erdélyek, székelyek, hova tartozunk, kapunk állampolgárságot, nem kapunk állampolgárságot, stb. És én pont akkor voltam bölcsészkaros hallgató, közben ugye gyűjtöttem a diplomákat, és mindenképp tudtam, hogy diplomamunkát valami olyanból szeretnék írni, ami kapcsolódik a szülőföldemhez is, és a munkámhoz is. És akkor és ugye közben volt ez az ominózus szavazás, és akkor azt mondtam, hogy én azzal állok bosszút a magyarokon, hogy én mindenkit elviszek Székelyföldre, hogy lássák, hogy miről szavaztak, hogy egyáltalán, hogy mi az, amiről ők döntöttek látatlanba. És akkor megszerveztem ezt, kivittem 14 egyetemista diákot Székelyföldre, szőttünk, fontunk, korongoztunk, tehenet fejtünk, népdalokat tanultunk, az összes legendát, balladát, amiket én nekik megtanítottam, ezt ilyen drámajátékokon keresztül tanítottam meg nekik, hogy minél inkább megmaradjanak ezek bennük, és tulajdonképpen itt rengeteg anyagot gyűjtöttem már, és rengeteg helyen voltunk, és rengeteg képanyag is született, és ebből ugye született egy filmem, a Huncutazás című filmem. És hál' Isten nagyon nagy siker volt, a Duna TV leadta többször, stb. És aztán ez úgy valahogy elhalt, mert hogy én is ugye jött a nemzetközi karrier, nagyon sokat utaztam mindenfele, szerettem volna ezt a vonalat tovább vinni, csak akkor épp nem volt erre lehetőségem. És hát ugye jött a pandémia sajnos, és persze én pont akkor egy ausztráliai turnéra készültem, 9 állomásos nagy turnéra, és hogy pillanatok alatt minden leállt, hát leállt az élet. És persze az ember azt mondja, jaj, de jó, mert végre pihenek, és
pihenek két napot, egy hetet, két hetet, de hát az, hogy hónapokig, tehát erre nem lehet felkészülni, és az, hogy egyből kihúznak az ember lába alól mindent, ismerhet egyéni vállalkozóként, azért nem olyan egyszerű ezt túlélni, hogy egyszerűen minden tartalékát feléli az ember. És a legdurvább nem is ez volt, hanem az, hogy nem tudtam hazajutni, nem tudtam hazamenni a szüleimhez, ott voltak az idős szüleim, és nem tudtam, hogy én egyáltalán még valaha tudok-e velük találkozni, át tudom-e ölelni őket, haza tudok-e jutni, egyáltalán tudok-e úgy beszélgetni velük, tehát a rokonaimmal, tehát a gyökereimhez haza tudok-e térni. És egy ilyen nagyon válságos időszakba született meg az a gondolatom, hogy muszáj talpra állnom, és nem szabad, hogy ez a kétség eluralkodjon ennyire rajtam. És akkor azt mondtam, hogy igen, az ember csak akkor tud valahogy visszatérni az életbe, meg ebbe az egész történetbe, hogyha vissza tud nyúlni a gyökereihez és a tiszta forráshoz. És nekem a tiszta forrás, meg a gyökerek, az mindenképp Székelyföld volt, és Nagygalambfalva, és a szüleim. És akkor azt mondtam, hogy igen, itt van egy hatalmas anyag, hiszen abból írtam a szakdolgozatomat, és ehhez még szeretnék természetesen nagyon sok mindent hozzárakni, hozzágyűjteni. Rengeteg képanyag van, és ha más nem, ne adj Isten, bármi történik velem a pandémia alatt, de hogy én ezt szeretném összerakni, ezt a könyvet, mert azt gondolom, hogy egy kicsit köszönetet és hálát adok azoknak az embereknek, akik közül jöttem, és így született meg a könyv. Melyik a te kedvenc részed? Én elmondom személyesen, mert tegnap olvastam a könyvedet, és a Kányádi Sándoros rész engem nagyon megérintett, személyesen ismerem én is, és én azt gondolom, hogy az ő költőisége az abszolút meghatározza akár a könyvedet. Neked melyik a kedvenc részed? Hát természetesen, ugye úgy elítottam össze a könyvet, hogy 6 nagy egység van benne, és hát az első ugye a bölcső, az elindulás, az otthon, az abszolút azok a fajta gyökerek, hát Székelyföldről szól többnyire az egész könyv, de hogy a székelyudvarhelyi közeg, hát amiben én magam is felcseperedtem gyerekként, és azok a fajta mondák, legendák, az ízek, ugye úgy raktam össze, hogy 6 nagy egység, és mindegyik egységhez tartozik legenda, ballada, mese, mondókák, hagyományok, és természetesen egy-egy hagyományos recept, és a könyvhöz még tartozik egy 70 perces CD melléklet, ami tulajdonképpen annak a környezetnek a zenei világát öleli föl, és vannak archaikus gyűjtések is benne, de természetesen egy kicsit hazabeszélek, úgyhogy a Székelyudvarhely és környéke az, ami nekem. Hát nagyon meghatározó, hiszen rengeteg olyan gyűjtés van abban, amit édesanyám gyűjtött, nagymamám, nagypapámtól tanultam, tehát ezek a gyűjtések ott szerepelnek benne. Hogyan sikerült mondánkat, népdalokat, mondókákat összegyűjtened az elmúlt években? Kik voltak segítségedre? Esetleg kiktől vannak ezek a gyönyörű fotók, felvételek, amik szerepelnek a könyvben? Hát rengeteg anyagot a családomból hozok, mint ahogy említettem, tehát én egész pici gyerekkoromtól, tehát én emlékszem azokra a pillanatokra, sőt édesanyám időközönként ezt föl eleveníti, nem tudom miért, de nekem valamiért a kőműves kelemen volt a kedvencem. És volt olyan, hogy indultunk óvodába, és ott toporzékoltam, már késésbe voltunk, és mondtam, hogy én addig nem megyek sehová, míg nem kezdjük el a kőműves kelemet. És emlékszem, hogy szerencsétlen édesanyám rohant, mert hát állandóan késésbe voltunk, és közben zárta a kaput, és csukta, nem tudom micsodát, a tyúkokat, stb. És közben kellett neki mondani a kőműves kelemet, mert különben nem voltam hajlandó elindulni az óvodába. De a rengeteg mese, tehát én úgy keltem, úgy feküdtem, hogy a nagymamám, nagypapám, édesanyám állandóan mesét meséltek, nem olvasták a meséket, hanem mesélték a meséket nekem. És hát természetesen a későbbiekben is rengeteg olyan emberre találkoztam, Borbé Árpi bácsi egy nyugalmazott tanár volt, sajnos most már nem él. De ő például rengeteget kalauzolt bennünket annak idején még a filmnél, tehát ő rengeteg olyan hihetetlen adat tudott különböző helyekről, ami tényleg azt gondolom, hogy ez csak szájhagyomány útján lehet ilyen szinten összegyűjteni. És természetesen hát azért visszanyúltam az öregekhez, a nagy öregjeinkhez, akik ugyanezeket a csodálatos anyagokat összegyűjtötték. De hát természetesen nagyon nagy segítségemre volt a Székelyföldi Legendárium is. És hát a fotók, érdekes volt, hogy ugye nekem is volt számos fotóm még a 2004-es időszakból, de mivel a Böte Csaba azt mondta, hogy Katalin, csak kezdjél el valami jó dolgot, és meglátod, hogy milyen sokan csatlakoznak hozzád. És ez tényleg így van. Onnantól kezdve, hogy elkezdtem a könyvet összerakni, szerkeszteni, rengeteg ember, hogy hát ugye tudomást szerzett róla, én is kértem anyagokat, mentem utána nagyon-nagyon sok mindennek, és számos fantasztikus fotográfus megkeresett, hogy nem is kell semmit, csak tedd be ezt a könyvet, ezt a fotógyűjteményemet, és rengeteg tényleg fantasztikus légi felvételektől elkezdve, tehát nagyon-nagyon érdekes fotográfiák kerültek bele, sőt még a hazajárósoktól is kaptam nagyon-nagyon sok szép felvételt, úgyhogy ezúton is nagyon hálás vagyok mindenkinek. És a Kányádi családnak tulajdonképpen azért is, mert ugye amúgy a Kányádi anyagokat nem lehetett volna ilyen mennyiségbe felhasználni ebbe a könyvbe, de hát ugye rokoni szálak is fűznek, és elmondták,
mondtam, hogy ugye ennek a könyvnek, sőt az első kiadásának, tehát ott több mint a fele óvodáknak, iskoláknak, könyvtáraknak ment, és rengeteget segítettek abba, hogy tulajdonképpen ezek a mesék, versek, fordítások, akár jidis fordítások, száz fordítások például megjelenhessenek ilyen formában ebbe a könyvbe. Hol lehet téged legközelebb látni, hol lehet a könyvet esetleg megvásárolni, megtekinteni, hol fogod bemutatni legközelebb? Folyamatosan vannak meghívások, hál' Istennek. Nemrég volt egy dél-erdélyi nagy turném, ugye most Sopronban is voltam, Magyarországon is számos helyre, hál' Istennek, meghívnak. Természetesen nagy könyvesboltokba is, de nagyon minimális példányban, hiszen nem az a célom, hogy most egy nagy könyvesbolt elvigye ezeket a történeteket, hanem az, hogy a kisfalukba, a kis helységekbe eljutni, mesélni, énekelni, egyáltalán ezekről a világokról ilyen szinten megismertetni az embereket, tehát hogy nekem ezzel egy kicsit ilyen misszióm is van ezzel a könyvvel. Természetesen rajtam keresztül is hozzá lehet jutni, de mondom, igyekszek minél több kis helyre és településre eljutni, hogy egy csipetet mindenhova vigyek Erdélyből. Rengeteg munka van, hál' Istennek. Ami számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy visszaadni a fiataloknak. Nyilván van egy Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjam is ezen belül, de dolgozom a Dériné programon keresztül a KULTAP, úgynevezett KULTAP programba, ami kifejezetten gimnazistáknak szól, hogy egy kicsit ilyen opera beavató, klasszikus zenébe beavatni őket. Abszolút azt gondoltam, hogy ha a Jóisten nekem megadta azt a lehetőséget, hogy el tudtam indulni egy ilyen pici faluból, el tudtam jönni, volt elég hitem, erőm, lehetőségem ahhoz, hogy ilyen helyekre, ilyen lehetőségeket kapjak az égiektől egyáltalán, akkor nekem kötelességem visszafele forgatni, és mai napig is ezt erőteljesen tartom, sőt, és nagyon örülök annak, hogy a Prima díjamat, amikor megkaptam, nyilván ezzel járt egy bizonyos összeg is, és ezt az összeget átadtam Nagygalamb falviaknak ahhoz, hogy Nagygalamb falván zeneoktatás jöjjön létre, és ma fúvós zenekar van Nagygalamb falván, úgyhogy ennek is nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm, Kata, hogy itt voltál, és elfogadtad a meghívásomat, remélem még többször fogunk itt látni téged. Én köszönöm, hogy itt lehettem, úgy legyen, és jövök még máskor is. Kedves nézőink, önöknek is megköszönöm a figyelmet, örülök, hogy ma is minket néztek, viszontlátásra!